Sátoraljóhelyváros önkormányzata közművelődési díjat adományoz Nagyné Szentesi Mónika, a Sátoraljóhelyi Városi Könyvtár igazgatója részére. Nagyné Szentesi Mónika Sátoraljóhelyen született, 1987-től városunk lakója. Gyermekéveit egy dunántúli kisfaluban, Répce-Szentgyörgyön, majd Bodrogolasziban töltötte, ahol általános iskolai tanulmányait is végezte. A Sárospataki Rákóczi Gimnázium angol tagozatán érettségizett, majd ezt követően a Tiszáninneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményei nagykönyvtárában helyezkedett el látogatásvezetőként, ahol a gyűjtemény akkori igazgatója, dr. Újszászi Kálmán professzor úr rendkívüli hozzáértésével, elhivatottságával megerősítést adott számára a kultúra szolgálatára. Felsőfokú tanulmányait a Comenius Tanítóképző Főiskola könyvtár szakkollégiumán végezte, melynek befejezése után a Sátoraljóhelyi Városi Könyvtárban, mint gyermekkönyvtáros kezdte meg munkáját. 1999-től igazgatóhelyettesi, 2008-tól pedig igazgatói feladatot lát el. Még ugyanebben az évben kulturális menedzseri diplomát is szerzett. Igazgatói munkakörében a szakmai feladatok mellett a könyvtár működésének, rendeltetésének megfelelő szervezéssel végzi munkáját annak érdekében, hogy a könyvtár elérje célját a tanulás, tudás, a műveltség megszerzése érdekében. Munkatársainak szoros szakmai együttműködésével a könyvtárban napjainkra jelentős eszköz és szolgáltatásfejlesztés tapasztalható meg, amely ismeretterjesztő, olvasás népszerűsítő programjával és egyéb rendezvényeivel jelentős mértékben hozzájárul a város kulturális életének színesebb ételéhez. Munkáját hivatásnak tekinti, amelyet továbbra is a könyvek, az olvasók, a kultúra szolgálatának alárendelten lát el. Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, frissíti, hogy feladatait a mai, gyorsan fejlődő idők és generációk igényei szerint végezze. Nem csak közvetlen munkatársaival, hanem az olvasókkal és a többi intézménnyel is nagyon jó a kapcsolata. Tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének és a Jáki András Tudományos Ismeretterjesztő Egyesületnek, valamint a Franekkel Sátoraljóhely Baráti Társaságnak. Hivatását kiegyensúlyozott családi háttere, férje és két gyermeke segítőkészen támogatja. Nagyné Szentesi Mónika kiemelkedő közművelődési munkáját ismeri el Sátoraljóhelyváros önkormányzata a közművelődési díj adományozásával. Felkérem polgármester urat a díj átadására. Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor értesültem ennek a díjnak az átadásáról, és egyben megerősítést jelent számomra az, hogy a munkámat számon tartják, elismerik, és ezzel további jó munkára biztatnak, sarkalnak. Én lelkiismeretes embernek tartom magam, és én csak így tudok munkát végezni, hogy amit elvállaltam, ami rám osztatott, azt becsülettel és minden erőmmel, igyekezetemmel végezzem, és lehetőség szerint minél pontosabban. Persze minden ember hibázik, gondolom, hogy az én esetemben is vannak jobb és rosszabb eredmények, de törekszem arra, hogy mindig a legjobb formámat adjam munkám során. Nagyon szerényen azt mondtad itt a televíziós felvétel előtt, hogy hát neked ez a munkád, és valóban, de a munkát lehet jól végezni, lehet közepes szinten is, és lehet rosszul is végezni. És az biztos, hogy ebben a városban bárkit megkérdez az ember, mindig mindenki elismeréssel nyilatkozik arról, ami ebben a könyvtárban zajlik. Mi az, ami miatt ennyire otthonodnak érzed ezt az intézményt, hogy mint egy embléma vagy tulajdonképpen az intézmény élén, és meghatározza az egyéniséged, a személyiséged, az egész könyvtárnak a légkörét is, az összes szolgáltatást is. Hát köszönöm szépen, hogy ezt így látod, és hogy így látják.
Amióta én vezető vagyok, erre törekszem, hogy mindenki lehetőség szerint elégedetten távozzon tőlünk. És ahogy említetted, hogy otthonosan mozgok, ennek az az oka, hogy én 1985-ben itt kezdtem a pályámat gyerekkönyvtárosként, és a gyerek foglalkozások tartása volt elsősorban a feladatom, és a gyerekkönyvtárnak a vezetése. Abban az időben több gyerek is járt a gyerekkönyvtárba, magasabb is volt a városban a létszámuk, és ez napi kapcsolatot jelentett a gyerekekkel. Ezek a gyerekek azóta felnőttek, és mi azt szeretnénk, hogy a felnőttek körében is minél többen használják a könyvtárat, hiszen a város fenntartja ezt az intézményt, és nem öncélúan, hanem azért, hogy a szolgálandó közönség betérjen ide, és igénybe is vegye ezeket a szolgáltatásokat. Az igazgatói munkám pedig 2008-ban kezdődött, tehát ahogy elmondtam, a két dátum között elég hosszú az idő, és volt idő arra, hogy a könyvtárban minden munkafolyamatot megismerjek, minden téren otthon legyek, bár mindenben egy vezető azért nem lehet napra kész, mert a vezető mögött egy csapat áll. Igaz, a mi könyvtárunkban, mint intézményünkben ez egy picike csapat, rajtam kívül 5 dolgozója van, és az olvasószolgálattól kezdve a feldolgozást, a könyvek beszerzését, a sajtófigyelést, a foglalkozások tartását, rendezvények szervezését ez a kis csapat végzi. És ezért mindenben otthon kell tulajdonképpen lenni, mert ha valaki kiesik, oda rögtön egy ember kell, hogy pótlólag kerüljön, és azt gondolom, hogy a munkatársaim ebben nagyon jók, nagyon összetartó a csapat, és a munkatársaimmal együtt tudtuk ezt az elismerést elérni, én ezt így gondolom. Hogy igaz, hogy az elismerő oklevelet én vehettem át a Város és a Városvédő Egyesülettől, de ez az intézmény tekintve elismerés. Ha visszanézünk az elmúlt évekre, rengeteg nagy sikerű közönségtalálkozót szerveztetek, nagyon sok sikeres pályázatot valósítottatok meg. Szeretném, hogyha ebből egy kicsit szemezgetnénk, melyik volt az, ami a leginkább megmelengette a szívedet, ami a legsikeresebb volt, és amire a legszívesebben gondolsz vissza? Nagyon szerencsés volt az intézmény az utóbbi időben az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően. 2009-ben és 2010-ben adhattunk be és nyertünk meg 2 Európai Uniós pályázatot, az egyik infrastruktúrális fejlesztésre vonatkozott, a másik pedig a rendezvényszervezésre. És itt valóban nagyon sok színvonalas eseményt tudtunk megvalósítani. Aztán a következő években sem maradtunk azért program nélkül, hol a márai program kereteinek a lehetőségeit tudtuk igénybe venni, vagy NKA pályázatot tudtunk indulni, és őszi könyvtári napok keretében szervezni rendezvényeket. Tavaly pedig a szintén Európai Uniós pályázat, a EGRI Bródy Sándor megyei és városi könyvtárral együttműködve jó néhány sikeres rendezvény megvalósításán vagyunk túl. Volt olyan rendezvényünk egy egészségmegőrzési program keretében Endre Judittal, amit a Művelődési Központtal közösen szerveztünk, mert olyan nagy érdeklődésre számítottunk, és valóban nagyon sokan jöttek. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedre, a hagyományos munkánk mellett, ugye, amit a városlakók jobban tapasztalnak, a rendezvények, programok számának a mennyisége, ehhez
pályázati forrásokat és egyéb támogatásokat tudunk igénybe venni, mert költségvetési forrásunk az minimális ebben a tekintetben. Ezeket igyekszünk kihasználni, és megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a legtöbb embernek ez megfelelő legyen. Tehát azért előtte érdeklődünk, vagy ismerjük annyira az olvasók igényeit, hogy ki mit szeretne, és amennyiben lehetőség adódik rá, akkor természetesen ilyeneket szervezünk. Minden elismerés és minden díj egy picike kis korona az ember életén, legyen a szakmai élet vagy közélet. Mit jelent számodra ez a továbbiakban? Hogyan dolgozik, milyen kihívásoknak próbál megfelelni az az ember, aki elismerést kapott a munkájáért, és mit jelent, hogy pont ezen a szép ünnepnapon ismerték el ezt a munkát? Nagyon nagy dolog. Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy a magyar kultúra egy szeletében dolgozom, főleg az irodalom, és egy picikét talán a művészetekhez is lehet csatolni, mert kiállításokat is szervezünk rendszeresen, vagy akár egy ismeretterjesztő előadást, és őrizzük azokat a kincseket, amik megíródtak az évek folyamán, és ezeket a látogatók, az érdeklődők kezébe tudjuk adni. Megerősítés számomra, hogy a munkámat elismerték, és azt gondolom, hogy hasonló vagy jobb folytatást várnak a díjat adományozók. Én, ahogy mondtam eddig is, és ezen túl is ezen fogok dolgozni, hogy a lehetőségeket figyelembe véve azt azért hangsúlyozni kell, mert a lehetőségek nem mindig egyformák, de ennek figyelembe vételével fogom a munkámat végezni, és a munkatársaimat is erre sarkalni.